addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött meg minket 1000 éven át Európában. Ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a következő nemzedékeknek, mondta az idén elhunyt Kossuth és Magyar Örökség díjas Kallós Zoltán néprajzkutató. Érdemes lehet megfogadni a gondolatait. Sok szeretettel üdvözlök minden kedves érdeklődőt, a vésztői intézmények vezetőit, Szabó Pál Általános iskola, Alapfokú Művészeti Iskolának a néptánc tanszakának az évzáróján. Én Mahovis Tamás vagyok, az intézmény megbízott vezetője. A nem túl nagy létszámú, de annál nagyobb szívvel működő tanszak számot és ízelőt ad jelenlegi tudásából. A tanszakon tanítanak Farkas Tamás és Jómagam. Ez egy történelmi pillanat, hiszen a tanszak életében ez az első év, amikor a néptáncos növendékek élő zenei kísérettel fogják bemutatni az összeállításaikat. Fogadják nagy szeretettel a Dévaványáról érkezett ahhoz képest zenekart. Köszönjük szépen! Erdeiné Mucsi Márta, aki hegedűn fog játszani, Erdei Virág, aki brácsázni fog, és Erdei Attila a nagybőgővel. Ők egy család. A műsorunkban közreműködnek továbbá a Dévaványai Művészeti Iskola és a Dévaványai Folkműhely Egyesület utánpótlás csoportjai, és ők is ízelítőt adnak népzenei tudásukból. Nem titkolt szándékom, hogy vonós népzenét is lehessen tanulni az intézményünkben a jövőben, és talán, hogyha a következő évben elindulna a népzenei vonós képzés, akkor Erdeiné Mucsi Márta tanárnő személyében lenne a vonós tanár, úgyhogy fogadják ebből a szempontból is sok szeretettel a kollégát. Köszönöm. Már nagy izgalom van itt a háttérben. Először az első osztályosok fognak bemutatkozni, előképző elsősök itt nálunk a művészeti iskolában, sárközi játékok és ugrós következik, felkészítő tanár Farkas Tamás. Fakasztól, hol a fakaszt, bokor
Köszönjük szépen. Mint említettem, a mai rendhagyó műsoron dévaványai népzenészek mutatkoznak be. A Gyöngyök Ének Együttes következik, akik 2012-ben alakultak, általános iskolai és felső tagozatos, általános iskolai felső tagozatos és középiskolai diákokból. Az együttesben azóta több tag cserélődött, de a még meglevő tagok szívesen adják át az éneklés örömét fiatalabb társaiknak. Az Aranypáva díjas együttes repertoárjában népzenénk dialektus területeinek széles skálája fellelhető. Mai alkalommal zalai népdalokat fognak előadni, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Elveszett a tökről, citrusta erdőben, elmászott a csizmám, a sok keresésbe, lekeresd őkrődet, mert be vagyon hajtva, gyulai vásárom, szól a csengő rajtam. Ismerem csengődet, volt is a kezembe, gyulai vásárom, vettem az őrkrömre, egy forint az ára, babám adta a rája, aranyos betűben volt neve rá vágva. Sejj a csetának, mint két ága befagyunk. Mi az oka, hogy a babám elhagyott? Szokása a csetának a befagyás, sejj a legénynek a szerető elhagyás. Csípte meg a kezemet, barna legény, csalta meg a szívemet, barna legény, ne csalt meg a szívemet, se én akarom megcsalni a tiédet, se egy tiszta búzát válogat a vadgalam, de szépen szól a karcsai nagy hajra, azt veri ki mind a két oldalára. Sej, szerettelek, babám, de csak hiába. Azt veri ki mind a két oldalára. Sej, szerettelek, babám, de csak hiába. Hely, ti lányok, mit csináltok, hogy itt későn vacsoráltok? Már mi nálunk lefeküdtek, de még ágyat sem vetettek. Nem is vennek akárkinek, csak a betyár legényeknek, mert a betyár rozmarinkszál, aranybetű van a vállán. Mert a betyár rozmarinkszál, aranybetű van a vállán. Most kezdtem egy, most kezdtem egy sejem kendőt viselni. Most kezdtem egy barna legényt szeretni. Úgy akartam szeretni, hogy senki ne tudja, de ő maga az a csalfa rám világosította. Este van már rég a lámpa a függönyös szobába. Barna kislány szomorkodik magába. Ne szomorkodj, kis angyalom, inkább gyere ki. Ölelésre, párosunkra vár a karom ideki. Ne szomorkodj, kis angyalom, inkább gyere ki. Ölelésre, párosunkra vár a karom ideki. Bánatot.
Köszönjük szépen a Gyöngyök Ének Együttesnek, és milyen jó az, legtöbb esetben idős emberektől szoktunk népdalokat hallani, és milyen jó érzés az, hogy ezek a fiatal emberek is ilyen nagy szívvel éneklik a népdaljainkat. További sok sikert kívánunk nekik. Az elkövetkezendőkben a második osztályosok, az előképző másodikosok mezőföldi játékokat és táncokat fognak előadni, Farkas Tamás a felkészítő tanár, ezután pedig a harmadik osztályosok somogyi eszközös táncokat mutatnak be, felkészítő tanár Mahovics Tamás. Fogadják őket sok szeretettel. Éva, szívem, Éva, most érik a szilva, terik fel az alja, felszedjük hajnalba, bár csak ez a hajnal, sokáig takarna, hol a szerelemre végre.
Most, hogy bepillantottunk a kulisszák mögé is, milyen jó subán aludni. A Csiperke banda fog következni. A zenekar 2015-ben alakult a Déva Ványai Művészeti Iskola népi vonós tanszakán tanuló diákokból. A tanszakon tanuló idősebb diákok jó példával állnak előttük, így kellő motiváltsággal szeretnének fejlődni az általuk mutatott jó példához. 13-14 éves korú gyerekek eddig elért eredményei közül jó érzéssel gondolnak a 2016 és 2017 novemberében szerzett országos aranyminősítésekre. Ma görgényvölgyi román dallamokat muzsikálnak. Fogadják sok szeretettel. Negyedik osztályosok, alapfok kettesek, másodikosok, rába közi játékokat és táncokat fognak előadni, felkészítő tanár Farkas Tamás.
estét kívánok mindenkinek, férfi és asszony személyeknek, fiatal ifjaknak, virágzó szüzeknek, és az itt megjelent tisztelt vendégeknek. A vígeste már meg is vajon, mert minden szívben és szájban vidámság vagyunk. Elég volt a rigmus, hadd szóljon a vígdús, ne azt nézzétek, milyen a dolmányom, azt nézzétek, hogyan jár a lábam. Dús! Köszönjük szépen ezt a vérpesdítő dust Rába közből a negyedik osztályosoktól. Kalotaszegi muzsikát fogunk most hallani a Déva Ványai Húrszaggató zenekartól. A tanulókból álló vonós banda 2010-ben alakult a Déva Ványai Művészeti Iskola népi vonós tanszakán tanuló diákokból. Az elmúlt évek során a legkülönbözőbb rendezvényeknek voltak már szereplői, a mindenkori közönség nagy örömére. Az Aranypáva díjas zenekar nem csak a próbákon, hanem már szabad idejében is nagyon szívesen muzsikál együtt, fogadják nagyon nagy szeretettel a Déva Ványai Húrszaggatókat. Thank you.
közben azon gondolkodtam, milyen jó lenne itt Vésztőn is lenne egy ilyen vonós banda, és most megkockáztatom azt, hogy így a közeledve a végéhez a műsornak, a Déva Ványai Folk Műhely Egyesületnek, az ahhoz képest zenekarnak megköszönjük az, hogy eljöttek ide hozzánk, és a táncosok, illetve az intézmény nevében megköszönjük a munkájukat. Remélem nem járunk úgy, hogy még a műsor vége előtt el fognak menni. Remélhetőleg itt maradnak még velünk, de nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nem volt nehéz gondom kitalálni, hogy a felkészítő tanárok, a mesterek, Erdeiné Mucsi Márta és Erdei Attila, ők készítették fel a gyerekeket, ők tanítják a muzsikusokat. Köszönjük nekik! Hát a zenészek legjobb, hát majdnem azt mondta, hogy a zenészek legjobb barátai a táncosok, de ez biztosan így van, de a táncosok legjobb barátai is a zenészek. Most végül, de nem utolsó sorban, az 5., 6., 7. osztályosok felcséki táncokat fognak előadni, felkészítő tanár Farkas Tamás. Nagyon nagy szeretettel fogadják őket. Thank you.
Köszönjük szépen a biztató tapsokat. Köszönöm szépen kollégámnak, Farkas Tamásnak a munkáját. Köszönjük szépen a műfház dolgozóinak a segítségüket és a közreműködéseket, illetve kollégáimnak, akik a háttérben itt a gyerekeket öltöztették, vetköztették, stb. Köszönjük a figyelmüket, minden jót kívánunk, jó pihenést a nyárra, és szeptemberben találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a gyerekeket.